Íme, kedveseim, az ítéletnek a monogy és rettenetes napja előttünk áll. Elmúlnak a mi napjaink, és sebesen eljön a mi Urunknak gyönyörűséges adventje. Gyakori szózatával int immár minket, és mondja, mielőtt bezáratik a paradicsomnak ajtaja, mindannyiótok sietve igyekezzék, hogy bemenvén abba mindörökké az Úrral uralkodjék. Készüljetek föl tehát, ti mindnyájan, hogy megláthassátok a halhatatlan Jehegyest, s tiétek legyen majd a mennyek országa. Készüljetek föl tehát, ti mindnyájan, hogy megláthassátok a halhatatlan Jehegyest, s tiétek legyen majd a mennyek országa. Íme, a mi anyánk Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiállt felénk, és mondja, jöjjetek, jöjjetek, drága gyermekeim, jöjjetek hozzám, hogy megláthassátok a halhatatlan Jehegyest, s tiétek legyen majd a mennyek országa. Dicsértessék Jézuskának szent neve! Kedves burgai testvérek, vérék, kedves rádió hallgatók! Ismét a kordvaiak köszönő szavával, kérdő szavával kezdem az emlékedést. Hon vannak? Hon vannak? És így válaszolt a gazda. Itthon vagyunk, keresztfiam, keresztlányom. Gyertek be, gyere be! És elkezdődött a beszélgetés. Az Isten az ő csodálatos szeretetével meghívott bennünket egy csodálatos életre, és ez a csodálatos élet egy nagyszerű eszközön keresztül vált nyilvánvalóvá az egész emberiség számára, a nyelven keresztül, a szón keresztül. Az evangéliumban advent második vasárnapján hallunk a pusztába kiáltó szóról. Keresztelő Szent János hirdeti az örömhírt, a Mesiásnak az érkezését, és arra kér bennünket, hogy egyengessük az útjainkat. Csodálatos isteni nagy ajándék a nyelv. Nyelvünkkel gondolatunk, mint akár mint testrész, és ilyen értelemben is megvan a szerepe. De ez a húsdarab eszmét, szellemiséget, anyanyelvet, éneket, hagyományt tud teremteni. Sok mindenre alkalmas, olyan dolgokra, amely túlmutat önmagán az egyszerű biológiai létén. Igazság szeretet útját építheti, de ugyanakkor a gonoszság útjáit is. Akkor van igazi értéke, ha összhangban van az égi üzenettel, a lelkiismeret bennünk lakó szavával, ha a ma is értékeket közlő egyház hangján keresztül lemérjük az igazságosságú törekvésének hitelességét, a millióféle hang közül felismerjük az igazit.
Nagyon sok szó árad rá az emberiségre, ránk az úgy valóságosan, és nagyon sokszor ezek közül nehéz kiválasztani azt, ami az igazi. Ismerős a kedves történet, egy indián és egy lusgazdag sétál a nagy metropolisú városban, központjában, ahol nagyon sokan vannak. Az indián egyszer csak így szól, hallod a tücsök hangját, a kis zöldövezetű virágos ágyásra mutatva. Ó, ne viccelj, mondja a gazdag. Itt hallani ebben a nagy zene beszélgetések, autó zajok kavarodásában? Tovább haladva, egyszer csak megszólal a gazda. És így szól. Megállapítva, a lehetett pénz $1. Ő ezt a pénzt, ezt a mindennapi életében utána szaladó és futó eszközt ismerte föl, mert ez volt számára a legnagyobb érték. Ki milyen környezetből jön, mivel feltöltődött, és amivel feltöltötték, azt hallja, azt viszi tovább. És szeretett testvéreim, kedves rádióhallgatók, kedves véréim, kedves kurvaiak, nagyon tetszik nekem Babics Mihálynak a Vihar című művében a következőket hallhatjuk. Megmondom a titkát, éresem a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Igen, ebben egy evangéliumi örömhírt látok, mert az egyházunk most adventben is bennünket arra kér és arra hív, hogy új életet kezdjünk. Hogy lelkünkben a dal szép legyen az ének, hogy másokéban is meghalljuk azt, és szépnek találjuk. Isten szeret bennünket, kedves véreim, kedves rádióhallgatók! Hallgassuk meg a vigasztaló és életre szóló szavakat, amelyekben érdemes belekapaszkodni, amit az egyházunk ma felolvasásra szán, táplálékú, bátorítású örömünknek a megszerzésére. Kapaszkodjunk bele az Isten igébe, mert ez kiút a kilátástalan virágból, az összekuszált állapotból, a reménytelennek látszó állapotból. Baruk proféta ezeket írja. Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Ölsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örökkévaló dicsőségnek koronáját, mert az Isten ismerté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. Isten ezt a nevet adja neked örökre, igazságosság békéje, jámborúság dicsősége. Nagyon vigasztalónak találom a fenti sorokat a moldovai vérén, hitére gondolva, életére. Mint egy nekik szól a proféta. Be lehetne helyettesíteni a ti helyiségetek neveivel az előbbi igéket. Igen, Jeruzsálem helyett tehetjük a helyiségünknek a nevét, és ő arra kér a proféta, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. És az alábbi sorok pedig az anyaországi és a tömbben otthon maradt, viharokat bíró testvéreknek szólhat. Itt a Jeruzsálem szó beejtesíthetjük a székelyföldi vagy az anyaországi testvéreinknek az otthonával, helyiségével, ahonnan származnak. Kelj föl, Jeruzsálem, kelj föl, székelyföld, kelj föl, anyaország, állj a magaslatra és tekints keletre. Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid napkelettől napnyugati a Szent Isten szavára, és ujonganak, mert Isten megemlékezett róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta, de mondhatnánk azt is, hogy szükség hajtotta őket,
de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat. Mert elhatározta Isten, hogy alacsonyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A földjéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt. Az erdőt és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékat nyújtanak. Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségnek fényében, és kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. Kedves testvéreim, kedves rádió hallgatók, véréim, múdvaiak! Én hitelesnek és valósnak találom az igéket, mert Isten ajkáról van. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, hinni erősen és felkészülni az Isten befogadására. Ha őt megismerjük, a szent igény keresztül, az egyház szaván keresztül, a lelkismeretünk szaván keresztül, és ezt követjük, ha felvállaljuk a mindennapi életünkben, ha a kapcsolatainkban belevisszük, hitelesen megéljük, mondom nektek, a győzelem a miénk, akár itt a Földön, akár az örökké valóságban. Hallgassuk meg Szent Pál szavait is, a Filippiekhez írt leveléből, az első fejezetből veszem az idézetet. Testvéreim, mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ez elmondható a módvai testvérekről is. Egyházukat szerető, a hitüket megőrző hívek ők. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Isten a tanunk, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tisztát és feltetetlenek lesztek Krisztus napjára, bővelkedni fogtak az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett Isten dicsőségére és tiszteletére. Bátorítalak benneteket, olvassuk el újból és újból ezeket az igéket, és jelentsen ez számotokra erőt. Mert gondolom, hiszem és láttam, tapasztaltam, hogy nagyon ragaszkodtak az Istenhez, az ő tanításához, egyházához. És lehetetlen, hogy Isten megne segítene benneteket, hiszen a sok szenvedés, a sok megpróbáltatás, az Jézus Krisztus tanítása példája szerint is nem hiába való, hanem az új életnek a kezdete, egy szebb és egy tökéletes életnek a kezdete. Most pedig az evangélium üzenetére szeretnék rátérni. Lukács evangélista, örömhirdető, keresztelő Szent János megjelenésében a történelem fordulópontját látja. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izaiás szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. Az evangéliumban találjuk ezeket a szavakat. A pusztába kiáltónak ez a szava. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmakat hódjátok el. Ami görbe, legyet egyenessé, a göröngyös változzék sima útán, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. A módvai testvérek között is születtek keresztelő Jánosok, akik a nép megmentésén fáradoztak. A népnek a jövőjét tekintették fő feladatuknak, hogy az életnek megmentsék, hogy az örömhír, a boldogság, a szeretet lakozzon közöttük. Elsősorban szeretnék megemlékezni a madéfalvi veszedelem után Zöld Péterről, aki fölkeresi, vigasztalja, szentségekkel erősíti a módvába otthonra talált testvéreket. Elmegy utána, és erőt ad belül azért, hogy az életet válasszák, hogy megmaradjanak tovább is közösségben az elszakadt testvérekkel, hogy ápolják a közösséget,
és ez meg is történt akkor, amikor évente visszatértek Csíksomlyóra, és a szűzanya lábánál erőt merítettek nehézségeikben, megpróbáltatásaikban, számkivetésükben. Egy nagy nevű és emlékű személyiségre szeretnék most rámutatni, módvának egyik kiváló személyiségére, Peplás Ince Jánosra, keresztelő Jánosunkra. A kis Péter Peplás János 1813-ban látta meg a napvilágot, és ő felismerte a nagy értéket módvában, és az édesapja a Kézdivásárhelyi melletti kanta minorita rendbeliek által fenntartott gimnáziumban irattatta be, onnan pedig Egerbe került, és ott a papneveldében szerzett alapos világi és egyházi műveltséget. Belépett a minoriták rendjébe, ahol is az Ince nevet kapta, majd 1836-ban pappá szentelték. Először Pusztinába szolgált. Négy esztendőt szolgált itt, helyettes plébánosként, és erre az időre esik Döbrentei Gáborral való megismerkedése, aki fölkéri, hogy válaszoljon a kérdésekre, és bátorítja, hogy feljegyzéseket tegyen. Ő az első népdal gyűjtő, hagyományokat ápoló személyiség, akinek fönnmaradtak a levelei, az énekei, amiket a népdaléből összegyűjtött. Nagyon nagy érték számunkra, és ezekből megismerhetjük a népnek a lelkületét, mélységét, mulatságát, de ugyanakkor vallásosságának a mélységét is. 1842-ben szülőfalujából szomszédos magyar községbe Tézsére nevezték ki. Itt hosszú éven keresztül a Szent László Társaságnak a közvetítője módvai településeken segít, főleg templomok akár építésében, templomi felszereléseket közvetít, segít, hogy a szegény módvai népnek meglegyen a legszükségesebb. 70 éves korában betörtek hozzá, halálosan megsebesítették. A bogdánfalvi lelkész Neumann atya még tudott beszélni vele, de Petrás bár felismerte támadóit, azokat nem árulta el. Szeretett testvérek, érdemes elolvasni az ő leveleit, érdemes megismerni az ő életét, mert a módvaiak számára valóban egy kiváló személyiség, és valóban egy olyan egyéniség, aki mindenképpen az életet, az örömét sugallta népében. Kovács Ferenc módvai látogatások kapcsán ezt írja Petrásról. Ő az, akinek neve megérdemli, hogy aranybetűkkel jegyeztessék a módvai csángok analissában. Külseje megnyerő, termete izmos, módorok olyan, amelyre el lehet mondani, mi a szívében az a nyelvén. Ismeri, átérzi, sokat szenvedett fajtájának sebeit, fájdalmait. Szeretnék még egy másik személyiségről is megemlékezni. Ő nem sokkal ezelőtt halt meg egy pár évvel, Georgina Páter, aki lelkiismeret szavát követte, az eltiltások, állami fenyegetettségek, az egyedül maradottság, közösségből való kizárás sósát is vállalt. Szó nélkül, mint egy szoba fogságra ítélték. Nem hívták a búcsukra, nem látogatták, egyedül hagyták. Azért, mert ő is fölvállalta a lelkiismeretnek a hangját, felvállalta azt az értéket, amit ő is úgy kapott az őseitől, és anyanyelvén tanította, énekeltette a népét, a csángó népet, ott, ahol volt, Somoskán és a többi helyen. Szeretett testvéreim, volt szerencsém meglátogatni, találkozni ezzel az emberrel, egy második Márton Áronnak a képét véste bele a lelkemben, tudatomban.
Ismerjük meg az Isten szavát, mely minden népnek az életét adta, és nyújtja az igazi boldogságot, az igazi szeretetet. Ezek az emberek, Jargina Páter, Petrás Ince János, Zöld Péter, és az egyházunk szentjei, és az egyházunk elkötelezett lelkészei is, az igazságot, a szeretetet szeretnék hirdetni népünknek. Igen, ezek az értékek az új életnek a gyökereit jelenti, az új életnek a kiteljesedését. Most adventben kérjük a mindenható Isten, hogy Baruk próféta szavai, Szent Pálnak a szavai, az evangéliumnak a szavai ne csupán pusztába hulló szó legyen, hanem fogadjon meg, és tudjunk elkezdeni egy új életet, egy teljesebb, tökéletesebb életet. És ezek a szavak a keresztelő Szent János példaképeire mutatva a módvajok számára legyenek valóban az igazi életnek a gyökerei, mert valóban az ő életüket megismerve, az ő életüket felvállalva, tanúságtételükből a mindennapi életben ismertette és továbbvíve, hiszen, hogy ez egy teljesebb és szebb élethez vezet bennünket. Kedves rádió hallgatók, kedves véreim, kövessük az Úr szavát, az Úr igéjét. Az Úr szava valóban a legkilátástalan helyzetből is föl tud emelni bennünket. És mindazok, akik szövetkeznek az ő szent igéjével, az ő tanításával, én hiszem, hogy ők egy új életet tudnak megteremteni úgy módvában is, az egyedül maradottságban, és az értékek, és az igazi életnek a képviseletében járnak. Adja mindenható Isten, hogy ez így legyen. Amen.